Elsöprő sikert arattak a magyar sportolók a portugáliai aerobik világbajnokságon. A felnőtt magyar válogatott a teamversenyben és a Mazács Fanni Bali Dániel alkotta duó a vegyes páros kategóriában egyaránt a sportág történetében először világbajnok lett. A trióknál a Mazács Fanni Bali Dániel és Farkas Balázs hármas szintén a dobogó tetejére állhatott. A csoport és az aerodance csapat ezüstérmet szerzett, míg a stepperobik csapat bronzérmet nyert. A következő nagy megmérettetés a birminghami világjátékok előtt a pécsi Lauberdezső sportcsarnokban edzőtáborozott a válogatott. Én soha nem gondolkodom eredményekben, teljesen mindegy, hogy kis verseny, nagy verseny, közepes versenynek vágunk neki. Én mindig a feladatban, meg a teljesítményben gondolkodom, és mindig azt szoktam mondani, hogy az, hogy ki hányadik lesz, meg ki milyen pontot kap, az meg a versenybírók feladata. Én magam is pontozom, ő sok esetben, ezúttal edzőként voltam a csapattal. Úgyhogy ezt mindig az utólag foglalkozunk. Az, hogy ezek a versenyzők világbajnokok lettek, most nagyon sok hosszú-hosszú várakozás után, ez azt gondolom, hogy már nagyon megérdemelt volt számukra. Bali Danit szoktam ilyen szempontból kiemelni, mert ő már 10x éve kiérdemelte magának, hogy ő igenis lehessen egy, hát igazából egy férfi egyéni világbajnoki címet érdemelt volna elsőként, de azt gondolom maximálisan kárpótolva van ezzel is. De a többieknél is. Tehát azért sok második hely van mögöttünk, harmadik hely, negyedik hely, és most azt gondolom, hogy összeállt úgy minden. Nagyon sok szempontból nagyon sikeres világbajnokság volt, és nagyon örülünk az eredményeknek. Nyilván olyan szempontból nem volt alkalmunk teljesen elengedni magunkat, és megünnepelni, hogy ennél még nagyobb versenyünk lesz nagyon rövidesen. De nagyon pozitív volt, hát ugye a magyar aerobik sportnak a legeredményesebb világbajnoksága volt eddig. Minden várakozás felül múlt ez a világbajnokság. Kezdtük az utánpótlással, ahol 4 aranyérmet nyertek a magyar versenyzők, nekik egy ilyen világversenyük volt, és utána következett a felnőtt világbajnokság, ahol tulajdonképpen minden idők legjobb eredményét sikerült a versenyzőinknek elérni. Utoljára a világbajnoki címet 1998-ban a pécsi sasok nyertek, Katus Attila, Katus Tamás és Szentgyögyi Romeo, tehát tulajdonképpen ilyen sok időt, több mint 2 évtizedet kellett arra várni, hogy világbajnokok legyenek magyar versenyzők, és mindjárt 3 alkalommal is sikerült, úgyhogy még mindig nem tudtunk felúcsúdni belőle. Egy kemény felkészülés volt, tehát ugye itt a nyár bőven belefolyik, de hát lényegében januártól zajlik a felkészülés, ugye nagyon kevés szabad hétvégével, hétközben is edzés, tehát elég húzós volt, ezen a világbajnokságon abszolút meg volt az eredménye. Azóta pedig ugye a két nagy verseny között, ugye most a világjátékokra készülünk a világbajnokság óta, ez egy 4 hetes időszak, ahol ugye be kellett sűríteni a pihenőt, illetve egy 2x4 napos nagyon intenzív edzőtábort, ugye ebből most a második 4 napot töltjük jelenleg. Ugye itt a meleg is közrejátszik, ugye, hogy azért 36 hét fokban azért elég nehéz a napi 2 edzést lenyomni, de nyilván ezen is túl kell lendülni, úgyhogy igyekszünk felkészülni. Egy pár nap pihenőt kaptunk a világbajnokság után, és utána már, azt hiszem, 2 nap után visszamentünk a tornaterembe, akkor egy gyengébb fokozattal kezdtünk, és hétvége felé, illetve előző héten folytattuk egy igen intenzív edzőtáborra, most pedig ugye itt vagyunk Pécsen, és egy még intenzívebb edzőtáborban vagyunk, próbáljuk szimulálni a verseny felosztását is, illetve az intenzitását, a gyakorlatok számát tekintve, úgyhogy, de már közeleg a vége, úgyhogy már nagyon várjuk. Egészen más gondolkodásmódot igényel, tehát nagyon oda kellett figyelni, hogy jó formában legyenek a világbajnokságon, mégsem 100%-os formaidőzítést tegyünk rájuk Portugáliára, úgyhogy ez a 3 hét, ez még számunkra is azért kihívás, de én úgy gondolom, hogy nagyon jó úton haladunk, hogy a világjátékokra minden megfelelő módon kijöjjön. Tulajdonképpen elsősorban a csapat kategóriák felkészítéséért felelek, ugyanígy a koreográfiák elkészítéséért, ami egy-másfél-két évvel ezelőtt már megtörtént, úgyhogy elsősorban a nagyobb létszámú egységekkel dolgozom. Közvetlenül az edzőtábor után a válogatott elutazott az Egyesült Államokba a világjátékokra, ahol először a Mazács Fanni Bali Dániel világbajnok páros ezüstérmet érő gyakorlatot mutatott be, majd a magyar aerodance csapat a PSN ZRT és Farkas Balázzsal aranyérmes lett. Aztán a Mazács Fanni Bali Dániel és Farkas Balázs alkotta trió szintén aranyérmet szerzett. Magyarország sporterobik csoportja pedig Olaszország mögött a 2. helyen végzett. Így minden magyar aerobikos legalább 1 aranyéremmel zárhatta az idei év legfontosabb versenyét.